Üdvözlöm a kedves nézőket! Krücsméri Zsuzsanna végzős tanítószakos hallgató a Juhász Gyula pedagógus képzőkaron. Ebben a fél évben töltötte tanítói gyakorlatát, ám ezt a koronavírus járvány félbeszakította. Erről, illetve az online térben megtartott szakdolgozati védéséről fogunk vele beszélgetni a Krízis Report mai részében. Szia, üdvözöllek! Szia! Hogyan tudtátok teljesíteni a tanítói gyakorlatot? Bármiben befolyásolta a koronavírus az iskolában töltött időtöket? Azt kell tudni, hogy nekünk ebben a fél évben van egy 8 hetes tanítási gyakorlat, amit egy általad választott intézményben tölthetsz el. Én ezt otthon, Tótkomlóson töltöttem a Jankó János Általános Iskolában és gimnáziumban. Ami lényeges, hogy mikor bejelentette a kormány, hogy hétfőtől átállunk, március 16-tól átállunk az online távoktatásra, akkor nekünk ebből a 8 hétből hivatalosan a 6. záródott le. Van, aki már be tudta fejezni, én nem tudtam sajnos, óraszámban én még nem tartottam ott, és hát eléggé... Szerintem olyan pánikhelyzet volt úgy mindenkiben, úgy megijedtünk, a bizonytalanság az nagyon-nagyon rossz volt, és amíg nem jelentkezett a gyakorlati oktatásért felelős tanárunk, addig úgy voltak ilyen kis pletykák, meg olyan hát nem is tudom, ilyen elméletek, vagy ilyen elképzelések, hogy na vajon, hogy fogjuk befejezni, el fogják egyáltalán fogadni, hogyha nincs meg az a 75 óra, tanítás, ami kellett volna, és a többi. De aztán jelentkeztek, és nagyon-nagyon pozitívan mondták, hogy aki amennyit le tudott tanítani, azt elfogadják. Csak le kell ugyanúgy papírozni, igazolni kell, és aztán fel kellett töltenünk szkennelve ezt a gyakorlati igazolásokat gyűjtő dokumentumokat, végül nem személyesen kellett leadni, hanem tényleg így co-space-en. De ez a papírleadás, ez teljesen jól ment, tehát nem volt benne buktató, vagy semmi ilyen. Nagyon fura, mert nekem volt még az előző fél évről hiányos gyakorlatom, mármint úgy, hogy az aláírás nem került rá, mert nem sikerült úgy összeegyeztetnünk az adott szakvezetővel, viszont most ez az új gyakorlati képzésért felelős oktatónk, nagyon rendes, és szerintem kicsikét olyan, mint így rászakadt volna a ház teteje, annyi feladat, meg megoldandó probléma kerülhetett most úgy oda elé, és minden segített, digitális aláírásokat kellett kérnünk, és így mindent elfogadtak, minden kérdésünkre válaszolt, mindenben támogatott minket, tényleg azt próbált, hogy a lehető legjobban és legkisebb sérüléssel, vagy akár sérülés nélkül el tudjuk végezni ezt a fél évet, és minden aláírást, minden gyakorlati papírt be tudjuk mutatni. Ahol töltötted a gyakorlatodat, ott hogyan oldottátok meg az online oktatást, illetve neked, mint hát gyakornoknak úgymond, mi volt a feladatod? Tehát ugyanúgy folytattátok ti is az online oktatásba, hogy feladatok kiosztása, ilyesmi? Hát tőlünk azt kérték, hogy beszéljük meg a szakvezetőnkkel, hogy abban a két hétben, ami még maradt, ott hát valahogy vonjanak minket bele. Akár feladatgyártás, ilyen dolgokra gondolok. Online órát nem kellett tartanunk, maximum feladatokat kellett készítenünk egy adott témakörhöz, legyen az mondjuk a Learning Apps-be, vagy az okos dobozba, akármilyen feladat, amivel kicsikét meg tudjuk könnyíteni a szakvezetőnknek ezt a jelenlegi helyzetét. Ha jól tudom, online folyt az államvizsga, a záróvizsgátok. Ez hogyan zajlott, illetve volt róla szó, hogy mégis megtartják élőben a vizsgát? Hát az államvizsga nekünk az most fog következni, a szakdolgozatvédések viszont azok már lezajlottak, vagy még zajlanak most is. Én 2 napja vagyok túl rajta. Nem is tudom, pár héttel ezelőtt kaptunk egy hivatalos értesítőt a CoSpace-en, egy ilyen tényleg hivatalos elektronikus aláírásos pecsétes dokumentumot, amiben leírták, hogy úgy döntöttek,
minden online fog lezajlani, személyes kontaktok nélkül. Ez amúgy elég ijesztő volt, és kicsit kiborító így elsőre, mert azt kell tűni az államvizsgán, hogy mi nem fogunk tétel kidolgozási időt kapni, hanem amint megtudjuk, hogy melyik tételt húzzuk, húztuk, ezt sem nagyon tudom elképzelni, hogy hogy lesz, hogy kipörgetjük, vagy ki tudja, és egyből el kell kezdeni mondani. Az oktatók viszont mérlegelik, hogy hát azért ez egy hát elég érdekes helyzet, és szerintem hátrányos is. Igen. A szakdolgozatvédés is összör úgy volt, hogy elhalasztják, utána, hogy mégis lesz, és aztán végül egységesen az lett, hogy mindenkinek meg kell védenie az általa leadott szakdolgozatot. Szerintem amúgy nagyon jól ment, mi Messengeren védtük, mivel a CoSpace felülete valamiért nekünk nem tette lehetővé, hogy ott videóhíváson keresztül ez megtörténhessen, de nagyon jó volt, nagyon jó élmény volt. A hívással néha volt minimális gond, hogy nem tudtunk mindenkit behívni, mert valamiért az internet nem bírta el, vagy ledobta őt, de szerencsésen lezajlott. Hogyan tudtatok felkészülni? Vagyis hát az államvizsgára hogyan fogtok tudni felkészülni? Nehezebb vagy könnyebb ilyen formátumban szerinted? Hát szerintem felkészülni ugyanúgy kell felkészülni, le kell ülni és tanulni kell. Biztos, hogy egyszerűbb az, aki eddig is tanult ezekre a tantárgyakra, ezekre a tantárgypedagógiás kurzusokra. Én nem tartom túl nehéznek a tételeket, mert szerintem mindenről volt szó, mindenben van valamennyi betekintésünk, sok, az biztos, de rá kell szánni azt az időt. A gyakorlati része az kicsit érdekesebb lesz, hogyha véletlenül kihúzok egy éneket, és akkor ott krujázzak el valamit, vagy énekeljek el valamit. Nekem olyan abszurdnak tűnik, de szerintem meg fogjuk ezt is oldani. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfáradtál így Skype-os formátumban is hozzánk, és további sok sikert neked. Köszönöm szépen. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb is.